Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, melyik város mellett építs társas házat? Én írtam az ingatlanosámok könyveket, enyém a havi előfizetés és ingatlanosámok klub, aminek most kattints és legyél tagja. Rengeteg előnye van és nagyon komoly bónuszokat is adok ugye, a klubtagoknak, úgyhogy várlak szeretettel téged is. Ezt a kérdést feltették, és azóta gondolkoztam rajta, egyébként nagyon jó kérdés, hogy egy bizonyos város mellett építene akárhány lakásos társasházat. Azért is válaszolom meg most talán így még egyszer, mert most egy picit azért jobban átgondoltam, hogy melyik város mellett. Nem tudom, egyébként város itt nem hangzott el, viszont nyilván amikor te társasházat építesz, és nem a városban valahol, hanem egy város mellett, akkor ott azért ez a munkahely, munkaellátottság, ez legyen csillagos ötös, hogyha nem akarsz mellé nyúlni. Most mondhatom akár Győrt, akár Debrecen, tehát most nem akarom végig sorolni a városokat. Mindenki ismeri, vagy feltörekvő város, akár Nyíregyháza, nem tudom, tehát hogy ott a Nyíregyháza ingatlan piacát nem ismerem, csak az eléggé feljövőben van az a város, tehát jártam ott, fejlődik, tehát hogy még akármi lehet belőle. Viszont a lényeg az, hogy mindenképpen olyan város mellett, hogy ha még nincs eldöntve a város, ahol én úgy gondolom, hogy jó a munkahely ellátottság, tehát azt van az Audiba, mit tudom én, ők küldenek buszokat, jó 100 kilométerre is, de ha Győr mellett vagy még egy 10, talán 15 kilométer, az még bőven belefér, hogy itt az ipari park mellett simán elsuhansz, tehát hogy Győrt megkerülve nagyon könnyedén oda tudsz jutni, tehát a munkahelyedre. Tehát az nem lehet egy rossz befektetés, de ezek is igenis nagyon nézd meg, mert egy átlagváros, hát én most inkább hadd nem mondjuk Győr-Sopron megyében mondhatom Kapuvár, Csornát, ahol túl sok munka nincsen, még attól a kisvárostól építesz még egy x kilométerre valamilyen kis társasházat. Hát a mai építőanyag árak mellett meg kell nézni, hogy hova teszed le az első téglát, vagy hol csinálod meg az első kapavágást, mert lehet, hogy nem jössz ki belőle annyira jól. Ugye a szakemberek is drágák, az építőanyag is per pillanat még elég drága, az idén ez szerintem, én úgy nézem, hogy ez marad is. Tehát ezt nagyon-nagyon gondold meg. Mi, ahogy ott város nem hangzott el a kérdésben, ezért gondolom azt, hogy akkor inkább így válaszolom meg, hogy nézd meg azt a várost. Ha már megvan a telek és megvan a város, a munkahelyed, hogy fejlődik, az a város fejlődő tendenciát mutat, és ezért is mondtam Nyíregyházát, hogy évente elmegyek oda egyszer körülbelül, mikor, hogy, tehát hogy látom, hogy építkeznek, fejlődik, szépül, tehát hogy valami történik, viszont ugye vannak olyan városok, amik tulajdonképpen nem történik mondjuk egy évtizede semmi, hát amellett hát lehet, hogy egy öngoltlő az ember, hogyha na majd én ott fejlesztek ingatlant, és milyen szuper lesz, mert mindig a fizetőképes keresletet az generálja, hogy a munkahely ott rendben van a környéken, futnak a vállalkozások, vannak azért nagy multik, nyilván őrejük is szükség van, még ha nem is szeretjük őket annyira, de hogy ezek a dolgok egyensúlyban vannak, rendben vannak, akkor építs, jó? Tehát, hogy olyan városokat néz, ahol ezek mondjuk úgy, hogy rendben vannak, vagy akár Kecskemét, stb. Jó? Tehát, hogy ne soroljam, de nyilván ezek kerülnek minden, a kocka minden elemen legyen a helyén, és amikor döntesz, akkor lássad, hogy igen, ebből, ha most itt beszállok, akkor hol fogok kijönni, és hogyan, és mennyiért, és mit csinálok a pénzzel, meg az összes olyan többi kérdést tedd fel magadnak, amit egyébként a klubban ugye felteszek nektek. Köszönöm, hogy megnéztél, kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és találkozunk előbb-utóbb. Szia!